Eljuthatunk ide Óbuda felől, vagy Pesthidegkút felől, de mindenképpen egy valószerűtlen helyez. Valaha falu volt, ma már nincs itt semmi, egészen pontosan egy csalitos közepén még áll Gercse románkori temploma. Ma a természet által nagyrészt visszahódított bokros mezős területen lovak legelnek, és csak a szántás vagy vetés idején felfedezhető sötétebb foltok sejtetik, hogy valaha itt egy falu lehetett. Óbuda, aztán nyugatabbra a Testvérhegy, Virágosnyerek, Csúcshegy, ennek régi neve a Nagy Görcse, utal a valahai falu nevére. Gercsének hívták, és a mai Csúcshegy, illetve Hidegkút között állt valaha. Első írásos említése 1212-ből való, amikor az óbudai káptalan határjárási leíratában bukkan elő Gercse falu és a Szőlőhegy, a szőlők, ugyanis a gercsei kurtanemesek szőlővel és borkészítéssel foglalkoztak. 1302-ben birtokosa egy bizonyos Gercsei László volt, aki Károly Robert hűséges embere lehetett, mert a trón körüli harcokban az ellenlábas cseh Vencel király emberei egész házanépével együtt kiirtották. Erről egy 1332-es feljegyzésből tudhatunk. 10 év múlva már egyházas hely volt, papja szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Mert a mai pusztaság igazi emléke a földek között álló románkori templom, amihez innen vagy onnan egy kiadós séta után juthatunk el. A régészeti feltárások során a templomhajó alatt és körül római kori köveket is találtak, tehát már akkor állhatott itt valamilyen épület, de aztán később, a kora középkorban mindenképpen egy védőfallal is körülvették a templomot, ami egyébként a 12.-13. századból származik, valószínűleg az első falak, és ritkaságnak számít a patkó alakban kiképzett szentély része. Az Árpád-kori templom pusztulását valószínűleg tűzvész okozta, de nyilván hozzátette ehhez a magáét a hadak járása is. Valaha a pálosoknak volt itt birtok, aztán jöttek a törökök, és egy törökkori leírásban Gencsi vagy Kencsi néven szerepel a budai szandzsákhoz tartozó területként. Óbuda tágabb környezetének a falvait egyébként nem a török pusztította el, így Gercsét sem, ők inkább adóztattak. Hanem amikor 1595-ben Esztergomot éppen visszafoglalták a nyugati, Habsburg, magyar, stb. Erők, akkor az esztergomi kapitány Budát is vissza akarta foglalni, egy bizonyos Pálffy, viszont emiatt tervszerűen kiéheztette a környékbeli falvakat. Amikor aztán újból benépesült a vidék, az elpusztult templom helyreállításának is nekifogtak. Először a romokból egy sekrestyét hoztak össze, aztán 1732-re barokk stílusban újraépült. A felújítás során az eredeti déli bejárat a nyugati oldalra került. Aztán 40 év után újabb renoválás következett, hiszen német telepesek laktak már itt a környéken, és ebben az átalakításban, valószínűleg barokk átalakításban karzat is épülhetett, ami ma már nincs meg, de ebből is látjuk, mert fölül az új kapu fölé egy kerek ablakot is nyitottak. Újabb 200 éves ugrás, a régészeti ásatások feltárták az egykori románkori templomot, majd többek kezdeményezésére említessék itt meg Bognár Lajos atya, az elnök József, illetve az építész Bujdosó Győző neve, és a jelenlegi birtokos tulajdonos, a Magyar Kézműves Akadémia Alapítvány, tehát az Óbudai Polgári Társaság és a Pesthidegkút Alapítvány 1996-ban újraépítette az évszázadokon keresztül elhagyott és elhagyatott templomot. A gercsepusztai Boldogasszony templomban 1997. augusztus 15-én tartották az első misét, és azóta is időnként miséznek itt.
Akit pedig érdekelnek a meglepetések, az induljon el megkeresni vagy Óbuda, vagy Hidegkút felől, végül is mindegy, mert meg fogja találni.